Áder János berlini látogatásának második napján is központi téma volt az alkotmánymódosítás ügye. Mind Angela Merkel kancellár, mint Guido Westerwelle külügyminiszter szóvá tette a magyar parlament tegnap esti döntését. A magyar köztársasági elnök sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy politikai tárgyaláson természetes, ha a felek nem mindenben értenek teljesen egyet. Kerek évfordulóra esett Áder János bemutatkozó látogatása Berlinben. Angela Merkel méltatta, hogy a találkozóra a magyar-német diplomáciai kapcsolatok felvételének 40. évfordulóján kerül sor. A kancellár fontos eredménynek nevezte azt is, hogy kedvezően alakulnak a kétoldalú gazdasági kapcsolatok. Merkel azt kérte viszont Áder Jánostól, hogy közvetítse álláspontját, miszerint nagyobb figyelmet kellene fordítani a jövőben a jogszabályok biztonságára, a jogbiztonságra, a kiszámítható gazdasági környezetre, mert, mint a kancellár fogalmazott, a jogszabályok gyakori változtatása nem teszi minden körülmények között kiszámíthatóvá a magyar gazdaságot. Kritikusan fogalmazott a német külügyminisztérium közleménye is. Eszerint nyílt és bizonyos mértékig ellentmondásos eszmecsere zajlott Guido Westerwelle és a magyar államfő között az alkotmánymódosításról. Áder János a tárgyalások után tartó sajtótájékoztatóján elismerte, hogy a berlini megbeszéléseken szóba került az alkotmányvita. A köztársasági elnök szerint ez hasznos volt, mert így pótolhatta a német vezetők szerinte hiányos és pontatlan ismereteit a témáról. Én azt gondolom, hogy ez a találkozó, vagy ezek a találkozók a tegnapi is, és a mai két találkozó az elősegítette azt, hogy a német partnerek jobban megértsék Magyarországnak a szándékait, vagy a magyar törvényhozásnak a szándékait, és pontosabb képet kapjanak a szabályozás mikéntjéről, terjedelméről és annak súlyáról. A köztársasági elnök tegnap jelezte, hogy csak hazaérkezése után a törvényes határidőket tiszteletben tartva fejti ki véleményét az alaptörvény módosításáról. Áder János lelkiismeretére van bízva, hogy aláírja-e az alaptörvény módosítását, amelyet hétfőn fogadott el a parlament, mondta a műsorunknak nyilatkozó alkotmányjogász. Az Origo értesülései szerint ugyanakkor hiába kérték többen is az államfőt, hogy fontolja meg a módosítások aláírását. Állítólag már Orbán Viktorral is megbeszélte, hogy kiáll a változtatások mellett. Az Eötvös Károly Intézet igazgatója szerint már alkotmányjogról sem beszélhetünk, mert az inkább államjog. Minimális esélye sincs annak, hogy Áder János ne írja alá az alaptörvény módosítását. Az Origo értesülései szerint ugyanis az államfő már a kormányfővel is megbeszélte, hogy nyilvánosan is kiáll a negyedik módosítás mellett. A híradónknak nyilatkozó alkotmányjogász szerint az államfő lelkiismeretétől függ, hogy mit cselekszik, ám más szempontra is felhívta a figyelmet. Annak nincs például akadálya, hogy az alkotmánybíróság adott esetben, ha ez oda kerül, akkor magán az alkotmányon belül végezzen el egyfajta alkotmányossági felülvizsgálatot, nevezetesen abból a szempontból, hogy az alkotmány különböző szabályai mennyire mondanak ellent egymásnak, illetve az alkotmányossági kritériumoknak. Az itthoni tüntetések és a külföldi aggodalmak ellenére a parlament döntött. A felsőoktatási hallgatók tanulmányait csak akkor finanszírozza az állam, ha később Magyarországon dolgoznak. Hatályon kívül helyezték azon határozatokat, amelyeket az alaptörvény életbe lépése előtt hozott az Alkotmánybíróság, bár megengedik az alkotmánybíráknak, hogy régebbi döntéseikkel azonosan ítéljenek meg ügyeket. Mivel a Fidesz-KDNP szerint mindez ideig nem volt hatékony a gyűlöletbeszéd elleni fellépés, ennek törvényi hátterét is az alaptörvény módosításával teremtették meg. Az országgyűlési és az európai parlamenti választás előtt csak a közmédia közölhet politikai reklámot. Törvény vagy önkormányzati rendelet jogellenessé teheti azt, hogy a hajléktalanok utcán éljenek. Az alaptörvénybe beleírták, hogy a parlament sarkalatos törvényben egyházként ismerhet el vallási szervezeteket. E módosítás után már valójában alkotmányjogról sem beszélhetünk az eredeti értelmében, ez inkább államjog. Ezt mondta híradónknak az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet igazgatója. Szerinte a negyedik módosítás után az alaptörvény funkciója szinte már csak az Alkotmánybíróság megakadályozása, hogy nyilvánvaló jogtiprásokat alkotmányellenesnek találjon.
azért írnak bele bármit az alaptörvénybe, hogy később az alkotmánybíróság már ne találhassa ezeket alkotmányellenesnek. De egyébként az alkotmány szövege maga is kimondja azt, hogy tulajdonképpen mostantól kezdve tartalmilag bármi beleírható az alaptörvénybe. Ezért mondom azt, hogy az alaptörvény tartalmilag már nem számít alkotmánynak. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet a parlamenti szavazás után felhívást tett közzé, elárvult alkotmánybírósági határozatok örökbefogadására. Fél nap alatt több mint 120 örökbefogadó jelentkezett. Az az alkotmánybírósági határozat a legnépszerűbb, amelyik az emberi méltósághoz fűződő jogokról szól.